Már is itt van a stúdióban velem Szabó Soma, ugye a Kantemusz karnagya és a Kantemusz kórus karvezetője. Köszöntelek, üdvözöllek. És hát ugye akkor térjünk rá rögtön a fantasztikus sikeretekre Dél-Koreában. Mesélj nekünk. Hát nagyon köszönöm a meghívást. Én sajnos személy szerint nem vettem részt ezen az utazáson, úgyhogy túl sok konkrétumot nem tudok elmesélni, de azért, amit hazahoztak a gyerekek, és édesapám, ugye Szabó Dénes karnagy, azt el tudom mondani. Az idei évadban ez volt a harmadik ilyen nemzetközi versenygyőzelem, és hát ez most megint egy fantasztikus szériának mondható. Tavaly nyár végén Firenzében nyertek első díjat és nagy díjat, aztán Lengyelországban utasították maguk mögé ismét az összes, ott összes eleglett kórust, és hát most meg Dél-Koreában. Egészen elképesztő egyébként ezeknek a nyíregyházi gyerekeknek a munkabírása, és hát az, hogy tehát megint csak azt tudom kiemelni, hogy a Kodály módszer és a Kodály módszerben rejlő lehetőségek azok szinte határtalanok. Tehát újra és újra azt látjuk nemzetközi szinten, hogy a magyar zenepedagógia egyszerűen eredményes. Hát hiszen... Igen, mert ugye úgy hallottam, hogy elég hamar belopták a gyerkőcök magukat a kinti közönség szívébe, viszont ugye a végeredményt az csak az utolsó napon tudtátok meg, hogy tulajdonképpen minden kategóriában vittétek a prímet. Tehát az tiszta volt már az első nap után, hogy nagyon-nagyon szeretnek benneteket, és odáig vannak értetek, de az utolsó napon derült ki, hogy tényleg mindent vittetek. Hát igen, azt hiszem, hogy a titok azért a hangzásban rejlik, tehát most már hosszú évek tapasztalatából, én is személyes tapasztalatból tudom mondani, hogy ugye a Kodály módszer csodája az, hogy az gyerekeket megtanítja hallgatni. És a kórus éneklés titka az, hogy az ember a fülével énekel igazából. Tehát nem az a lényeg, hogy kinek milyen a hangja, mert egyedül ezek a gyerekek nem biztos, hogy világszínvonalat tudnának a saját torkukból kihozni. De az összefigyelés és az összecsiszolódás az valahogy ebben a zenepedagógiai rendszerben a legtökéletesebb. Úgyhogy ez mindenütt rögtön első hallásra ugye a közönség ezt le, vagy megérti. A felkészülésről mesélj egy kicsit, mert a félvilágot bejárjátok, szinte már nincs a földbolygónak olyan pontja, ahol még nem voltatok koncertezni. Hogyan készültök ezekre, különösen ezekre a külföldi nagy koncertekre? Hát ugye egyrészt nagyon nehéz a dolog, mert sokkal többen vagyunk itthon, mint ahányan elutazhatnak. És a felkészülésnek egy nagyon nehéz pontja az, amikor ki kell választani végül is a fociban ez a kezdőcsapatot, vagy azt, aki az adott pillanatban éppen ott azon a helyen helyt kell, hogy álljon. Ugye egész évben folyamatos felkészülés zajlik, tehát a repertoárt azt mindenkinek meg kell tanulni, az új művek, a közben lévő koncertekre mindig folyamatos felkészülés zajlik, ezért aztán csak a legvégén, az utolsó pár héten kerül arra sor, hogy na most már azok az emberek is összetalálkoznak, akik végül is ott a színpadon együtt lesznek. Hát az persze a legizgalmasabb része a dolognak, amikor mondjuk a 120 fős Kantemusz kórusból 40 gyereknek kell összecsiszolódni. Tulajdonképpen a felkészülésnek ez a végső stádiuma is úgy zajlik, mint a mindennapos rutin, próba, ugye csiszolgatás, intonáció, és hát rengeteg munka. Végül is azt hiszem, a másik titok az az, hogy aki dolgozik, az előbb-utóbb eredményre jut. Igen, ti pedig azért rajta vagytok ezen. Hát ugye külföld után most már maradjunk akkor itt Magyarországon, azon belül pedig Nyíregyházán, mert hogy itt is lesz egy óriási fesztivál, méghozzá ugye a 12. Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetői Mesterkurzus. Bocsáss meg, kicsit puskáztam a kis szövegemből. Mesélj nekünk erről a rendezvényről is. Igen, hát ugye most már a nyíregyháziak tudhatják több mint 20 éve, két évenként kerül megrendezésre ez a nemzetközi kórus találkozó, amit egyébként annak idején azért hoztunk létre, mert hát annyi felé jártunk a világba, és annyi szeretetet kaptunk az ottani vendéglátóktól, vagy azoktól a kórusoktól, akikkel találkoztunk, hogy érdemesnek láttuk őket, vagy ezt viszonozni feléjük. Úgyhogy 20 évvel ezelőtt
elindítottuk ezt a hagyományt, és most már ebből se nagyon lehet kiszállni. Ennek is híre van a világban, és a kórusok nagy örömmel jelentkeznek, és jönnek a fesztiválunkra. Most az idén 15 énekkar érkezik Nyíregyházára, ebből csak 2 magyar, és a többiek azok mind külföldről jönnek, egészen távoli vidékekről is. Hát ugye az, hogy Dél-Koreából most jön egy énekkar, ez nyilvánvaló. Igen. De Dél-Afrikából is, Argentínából, Japánból, Kínából is jönnek, és hát Európából is. Oly módon, hogy még egy külön V4-es fesztivált, egy ilyen kis V4-es kórus találkozót is tudunk szervezni, egy lengyel, egy cseh, egy szlovák, és ugye egy magyar résztvevővel. Úgyhogy egészen színes lesz a augusztus 15-től 20-áig terjedő héten itt a nyíregyházi zenei élet, és hát mindenkit buzdítunk arra, hogy mennél több rendezvényünkre jöjjön el, mert nagyon, nagyon sokféle dologgal fognak találkozni. Igen, ugye kórus fesztivál, és mi is a pont? Karvezetői kurzus. Mesterkurzus, köszönöm, hogy segítesz. A karvezetői mesterkurzust egy picit fejtsük ki jobban. Ez pontosan miről szól? Ez arról szól, hogy ide jönnek olyan zenészek, akik szeretnének kórust vezetni, vagy már van kórusuk, de szeretnének magasabb szintre jutni ebben a munkában. És Szabó Dénes Karnagy úr vezetésével, és a Kantémusz kórus, illetve a Promzika leánykar segítségével ők itt gyakorlatozhatnak. Tehát édesapám instruálja a karvezető jelölteket, hogy ki mit csináljon, a kórus énekel, lereagálja azt, amit a karvezető csinál, és hát bár tudom, hogy sok laikusnak ez hihetetlen, de rengeteg minden múlik a karvezetőn, nem is hinnék az emberek, hogy egy-egy mozdulatnak milyen jelentősége van, mennyire tönkre lehet tenni egy darabot, vagy mennyire fel lehet emelni egy előadást, és hát ezt próbálják meg itt elsajátítani ezek a növendékek. Most ebből is nagyon lelkes csapat gyűlt össze, nem is tudom, hogy hogy fogjuk igazából kezelni, mert azért az egy hét nem olyan hosszú idő, de 22 aktív jelentkező van, akik szintén a legkülönbözőbb helyekről érkeztek, úgyhogy elég sok zászlót ki kell majd tennünk a Kodály iskola homlokzatára, hogy reprezentáljuk a megjelenő nemzeteket. Szuper, és legközelebb egyébként, ha látogattok valamerre, mi a legközelebbi verseny, amin részt fogtok venni? Persze, ha már lement ez a fantasztikus nyíregyházi fesztivál együttes. Most versenyben egyelőre nem gondolkodunk a következő évadra, de már vannak meghívásaink különböző helyekre. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy egyre rangosabb felkéréseket kapunk, például zenekaroktól, akik mindenképpen velünk akarnak együttműködni, és hát ezek közül talán a legnevesebb, vagy a leginkább jelentős az a Budapesti Fesztiválzenekar, akikkel több projektben is benne leszünk az elkövetkező évadban. Külföldi turnékra is utazunk együtt, úgyhogy ezek már ilyen tényleg a tulajdonképpen a professzionális zenélés világába tartozó felkérések. Valahogy ebből a amatőr gyermekkórusból, ugye az elmúlt 40 év alatt egy, hát most már tényleg mondhatjuk, hogy egy profi világszinten ismert nevű kórustársaság vagytok. Így van, augusztus 18-a viszont fontos dátum még, hiszen itt a Kossuth téren lesz egy folklór bemutató. Erről még egy picit mesélj. Igen, hát ez az egyik fontos dátum, ez abból a szempontból lehet érdekes, hogy ez egy ingyenes rendezvény, tehát a Kossuth téren bárki megnézheti az ott felvonuló, nagyon színes, különböző nemzetek kavalkádjának ígérkező ilyen népzenei bemutatót, ezt a folklór estet, de azért a záró gála koncertet is kiemelném, ami 20-án, augusztus 20-án lesz a Continental Arénában, amire hát belépő jegyet kell váltani, mert véges a befogadó képessége még ennek a hatalmas sportcsarnoknak is, de szerintem azt is mindenképpen megéri meglátogatni. Alig várjuk, hogy megtöltsétek hangokkal. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és beszámoltál nekünk mind a dél-koreai utazásról, mind pedig a kórusfesztiválról. Köszönöm. Reméljük, hogy jössz nem sokára legközelebb, és újabb sikerekről számolsz be majd nekünk. Köszönjük, hogy itt voltál.